közel 2000 köbméter fát tároltunk be, mert igazából ez is olyan dolog, hogyha a fa itt van, az a biztos. Két méteres, nagyjából legalább 25 centi átmérőjű, jó minőségű, kemény farönkökkel van tele a Tamásiban található Pech tüzép udvara. A tulajdonos úgy számol, hogy ennyi tüzelővel jövő év márciusig ki tudja szolgálni az ügyfeleit, akik már folyamatosan érdeklődnek, és veszik is a télire való alapanyagot. Aki előre tekint, az már most megvásárolja kívánt tűzifát. Az a helyzet, hogy ilyenkor még van ideje száradni a fának, mert ugye nem igazából túl jó, hogyha egy kazánba vagy egy kályhába vizes fát raknak, és hát aki előre gondolkodik, az már ilyenkor megvásárol, és van bőven rendelésünk, így van. Itt kuglizzák és hasítják is a fát, így adják a vevőknek. Ez sokkal kényelmesebb és kevesebb munkát igényel, mint a méterben megvett tüzelő. Az energia árak elszállása miatt ez a termék is drágult némileg, de a tüzép vezetője azt mondja, ők még így is olcsóbbak a konkurenciánál. Az árak durván egy ilyen 10%-kal változtak a tavalyi évhez képest. Nagyon nehéz volt beszereznünk alapanyagot, jó alapanyagot. Az igazság, hogy a nagyobb erdészeteknél a hatósági áras tűzifa miatt most az igény nagyon megnövekedett, és így hát rengeteg rendelésük volt, és így nem tudtak minket, kereskedőket kiszolgálni. Így magántermelésekből sikerült jó alapanyagot vennünk. A tűzifa ára egyébként hosszú éveken keresztül viszonylag stabilan és kiszámíthatóan változott. A helyzet tavaly vált hektikussá, amikor is az energiaválság miatt sok helyen hirtelen duplájára nőtt a korábbi ár.